Egy sok szeretettel köszöntök mindenkit, és remélem, hogy már leintegetünk nektek, és remélem, hogy mindenki jól van, és már alig vártátok, hogy eljöjjön a hétfő este. Én nagyon vártam, tehát így már lehet, hogy közhelynek hangzik, hogy én annyira várom a vendégeinket mindig, és annyira élvezem ezeket a beszélgetéseket, de tényleg így van. És ma szintén különösen vártam ezt a találkozót, mert nekem, számomra egy nagyon-nagyon szimpatikus házaspár, aki itt ül velem szemben, vagy hát nekem szemben, de amúgy lehet, hogy ti úgy látjátok, hogy mellettem ülnek, és a Sikerek nyomában című előadás keretein közül, vagy keretein belül tényleg elindulunk Csilla és Zoli nyomában, hogy mi az ő sikereik titka. Úgyhogy sok szeretettel köszöntelek benneteket itt ma este, és hogyha jól tudom, és jól tudom, akkor ti ilyen pillanatban Ausztriában ültök. Már lehet, hogy Kuala Lumpur, nem tudom, tehát hogy nagyon gyanús a háttér, de maradjunk egyelőre Ausztriánál. Köszönjük szépen a meghívást, ez egy megtiszteltetés, hogy sorra kerültünk mi is, és ráadásul ilyen gyorsan a nagyok után. Köszönjük szépen. Csodálkoztunk is, hogy mit keresünk mi itt a sikeres emberek között. Hát annyira azért nincs csodálkozni való, és egyébként mindig érdekes, ez most valószínűleg a szerénység vagy nem szerénység, hogy a nagyok után, nem tudom, hogy mit jelent és kinek mit jelent az, hogy nagy. Én azt gondolom, hogy egy olyan úton vagytok rajta, ami joggal tett benneteket a résztvevői csapathoz, tehát a Sikerek nyomában résztvevői csapathoz, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagytok, és nem véletlenül esett rátok a választás, bármennyire is szerényen próbáljátok ezt így most jelen pillanatban előadni. De maradjunk Ausztriánál. Engem azért nagyon-nagyon izgat, hogy igazából nem Gottman Abend volt a beköszönés, hanem azért a ti két belevaló, és nem mondom, hogy tökös, mert csak az egyik ötök az, hogy két belevaló személy, magyar ember, és Ausztriában élnek, és építik a DXN hálózatot, ráadást zömében, vagy nem zömében, ezt erről majd beszélni fogtok, magyar emberekkel is. Úgyhogy mi ennek a hátterenek az Ausztriának? Én kezdtem ezt az utat igazából. Én a Malévnél dolgoztam a gengszterváltás környékén, és onnan jött egy ismerettség, hogy Ausztriába ki lehet jönni Tirolba sofőrnek. És akkor az akkori fizetésemnek pontosan a tízszeresét lehetett megkeresni ezzel Ausztriában, és én úgy gondoltam, hogy két évre kijövök, sínre teszem az életem, de még ez a két év nem telt le, mert mindig itt vagyok. És aztán kicsit csak sokkal később jött. Egy picit a két évhez, remélem nem így lesztek két év múlva koronás követek. Igen, hát reméljük. Csilla? Én ott kezdem, hogy amikor két ember összekerül, és ez mind a kettőnknek egy második házassága, és két különböző országban élnek, akkor több választásuk is van, hogy hogy valósítják meg ezt a közös életet. Nagyon sokan döntenek úgy, hogy ingázással. Tehát, hogy az a fél, aki külföldön dolgozik, az ingázik, és gyakorlatilag minden hétvégén haza megy, és otthon tölti a hétvégét, és aztán hétközben megint visszamegy dolgozni. És ez egy darabig így volt velünk is, de én annyira nem szerettem ezt a helyzetet, hogy egy keményen végig dolgozott hét után Zoli még 5 órát vezet Nyíregyházáig, mert akkor ott éltem, és hullafáradtam, beesik, és utána tényleg egy 24 óránk van, mert utána már lehet készülődni, pakolni a visszaútra, hogy először csak közelebb akartunk költözni, hogy akkor legyen Budapest a főhadiszállás, akkor legalább egy kicsivel kevesebbet kell vezetni, és hát onnan meg már nem volt olyan nagy ugrás arra gondolni, mert nagyon drágák a budapesti ingatlan árak, hogy tulajdonképpen miért nem próbálnánk meg Ausztriában a közös életünket, és végül is elég gyorsan elhatározás követte, illetve tette követték az elhatározást. Hány éve volt, hogy mind a ketten már kiket? Már 8 éve. Nyáron volt 8 éve, hogy kiköltöztem. Igen, ez végül is az én részemről volt egy nagyobb vállalás, de egy logikus döntés volt, úgy gondolom, mert hogy az ő munkahelye elég fix volt,
és a grafikusságot pedig lehet bárhonnan, ahol egy számítógépen és internet elérés végezni. Tehát én voltam a mobilabb kettő közül. Nagyon sokan dolgoznak kint Ausztriában, az én barátaim, ismerőseim közül, és nagyon-nagyon felemásak ezek az érzések. Tehát nagyon, van, aki azt mondja, hogy fú, fantasztikus, és hogy mennyire más világ, ha átmegyünk a határon, ugye zöldebb a fű, és van, aki azt mondja, hogy hát kiment, zöldebbnek tűnt a fű, aztán kiderült, hogy hát annyira nem zöld a fű, és nem egészen úgy kezelik őt, mint ahogy ha itthon lenne. Veletek mi a helyzet? Hogy érzitek ti magatokat? Hogyan tudtatok beilleszkedni ebbe a másik ország világába? Ezt kezdte. Jó. Nekem van egy sztorim hozzá. Oké. Nekem mindig nagyon szimpatikus volt Ausztria. Nagyon tetszett egyrészt ez a gyönyörű természeti táj, ami itt van, és amellett nagyon vonzó volt az a rendezettség, ami itt van. Azt hiszem, hogy az látszik az itteni falvakon, városokon, hogy gazdája van mindennek. Tehát annyira szépen rendbe rakják a dolgokat, mert magukénak érzik, felelősséget vállalnak érte. És ezért én vágytam is ide, tehát kirándulás szintjén voltam is többször. És aztán én nem is csalódtam, mikor kijöttünk. Tehát én nem vártam úgymond csodát, hogy itt kolbászból lenne a kerítés, viszont ami pozitív meglepetés volt, hogy tényleg sokszor mosolygós emberekkel találkozol az utcán, hogy ismeretlenül is rád köszönnek, jó reggelt kívánnak, hogy nagyon-nagyon sokan sportosan élnek. Tehát például mi egy olyan szakaszon élünk itt, egy folyóparti szakaszán Szentpöltennek, hogy itt teljesen mindegy, hogy milyen évszak van, itt futnak reggeltől estig az emberek, vagy görkölcsolyáznak, vagy bicikliznek, vagy bármivel mozognak, és minden korosztály, tehát minden korosztályt mozogni látsz. Nem úgy van, hogy ha már valaki mondjuk ilyen 50-es, 60-as, akkor így elüldögél nyugodtan otthon, hanem nagyon-nagyon aktívak idősebb korban is. Nyilván itt is van mindenféle ember, de én azt gondolom, hogy az ember viszi magával a saját személyiségét is, és hogyha ő maga pozitív, akkor a válaszok is pozitívak, amit kivált a többiekből. Ti rengeteg pozitív választ kaphattatok, de Zolinak még a sztoria hiányzik. Igen, tehát nekem volt egy olyan konkrét pont, amikor nagyon megváltozott végülis a viszonyom. Ez úgy volt, hogy a svéd kompon az egyik osztrák kollégám néhány viszki után azt mondta nekem, hogy te Zoltán, miért beszélsz te úgy, mint egy pifke, amikor te paprika vagy? A pifke az a németeknek a csúfneve. Tehát az osztrákoknak van egy pici kis ilyen kisebbségi komplexusuk a nagy testvérrel szemben, sőt azt is tudni kell, hogy ha valami nem működik rendesen Ausztriában, akadozik, akkor biztos valami német van benne. Hogyha nem megy a sor a pénztárnál, akkor már így nézelődnek, hogy Zikrendajcsa. Biztos valami német van ott erőn, és az értetlenkedik. És hát mondta, hogy te ne beszélj semmiképpen úgy, mint egy pifke, vagy beszélj úgy, mint egy paprika, mert az vagy, vagy beszélj rendesen, értsd ez alatt az osztrák mondatot, amit először egyáltalán nem lehet érteni. És én akkor poénból elkezdtem így beszélni, őket utánozva, és nagyon röhögtek. És hát tetszett nekem, és teljesen megszoktam ezt a, ők így mondják, hogy mundárc, ha szó szerint fordítod, akkor szájművészet, azzal, hogy ők beszélnek. És onnantól kezdve sokkal jobban befogadtak. Tehát én mindenkinek azt javaslom, aki Ausztriában él, vagy itt akar élni, és tök jól beszél németül, hochdeutschul, hogy felejtse el, mert nem szeretik a pifkéket. Tehát tanuld meg, vedd fel ezt az itteni dialektust, és akkor sokkal jobban befogadnak. Ez valójában tényleg egy kicsit ilyen nehézség, hogy két nyelvet tanulsz egyszerre. Tehát tanulod a nyelviskolában a Hochdeutschot, meg amiket találsz YouTube-on videókat, mert rengeteg van, ott is nagyon sok mindent fel lehet szedni, de az mindez a hivatalos, amit a tévéből is lehet hallani. És amikor megszólalít valaki tényleg ilyen, hát ilyen, otthon nincs ekkora telszólás, tehát nem is tudok olyan példát hozni, mert a szegediek se beszélnek annyira, hogy ne érteni mondjuk az ország bármelyik más részéből származó ember. De itt azért vannak kemény, és több változata is. Tehát, ha itt megtanulod a helyét, a Niederösterreichi nyelvjárást, akkor nem biztos, hogy az ország nyugati részén azt érteni.
Én ezt én is tapasztaltam. Még akkoriban mondjuk én itt fociztam a határ mellett, de volt egy-két olyan csapattársam, aki viszont pont Tirolból jött, és érdekes volt azért ez a nyelvi különbség országon belül. És hogy voltatok ti a nyelvetet? Mind a ketten tudtatok németül, amikor kikerültetek? Én érettségiztem annak idején németből, akkor még nem volt kötelező nyelvből is érettségizni, és azt mondták, hogy ugyan nem a papír, de egy olyan alapfokú nyelvvizsga lehet az. Nem tudom, de én is amikor kikerültem ugye pont Tirolba, amikor ők egymáshoz beszéltek, de még egy szót, egy szótagot se értette semmit. És úgy le voltam döbbenve, hogy úristen, hogy fogok én itt dolgozni. De amikor hozzám szóltak, akkor próbáltak ők is hódocs, tehát hogy az ő benne. Csillának nem volt semmi. Szokni kell a fülnek ezt a nyelvjárást. Én teljesen nullával jöttem ki, tehát éppen ezért egy évig nem is tudtam dolgozni semmit, mert angolul tudtam, én azt tanultam gimnáziumban, de azért az a hétköznapokban nem annyira segít. Jó, mondjuk más az, ha valaki Bécsben van, mert Bécs az tényleg annyira nemzetközi, hogy ott simán el lehet egy angolal is boldogulni, de Szentpöltenben nem. Úgyhogy egymás után tettem le a nyelvvizsgákat, és még mindig úgy érzem, hogy bár most már sokkal több éve tanulom a németet, mint annak idején tanultam az angolt, de azért... És csak azoknak mondom, akik már azt mondják, hogy nem érdemes nyelvet tanulni, vagy hát ebbe a korba, vagy bármilyen korba, amikor már kikerülnek iskolából, hogy már nem tanulnak, hogy ti nagyon-nagyon jó példák vagytok arra, hogy mennyire tudtok alkalmazkodni az új helyen, vagy mennyire vagytok képesek felvenni új dolgokat ahhoz, hogy a céljaitokat elérjék. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon jó példa. És mikor találkoztatok egymással? A legelső pillanatra ezt mindig megkérdezem a pároktól, főleg azoktól a pároktól szeretem, akikről azért süt a harmónia, és azért ti is ilyenek vagytok, és hogy mikor emlékeztek az első pillanatra? Hogyne, nekünk nagyon emlékezetes volt. Meg fogsz lepődni, mi online találkoztunk először. Jó, hát akkor így most már mindent értek, hogy miért ez a kötődés. Volt egy ilyen weboldal, a hotdog.hu, nem tudom, létezik-e még, az nem egy pártkereső oldal, hanem hasonlított, mint a Facebook. Hogy volt, aki kis novellákat tett föl, meg ilyesmi. Azért mondom, a novellák, mert mind a ketten írogattunk ilyen szösszeneteket. Talán még novellának se lehet. Nem. És aztól kezdtük el olvasgatni egymásért. Meg volt egy közös ismerős, aki egy kicsit így felvezetett minket egymásnak. Felépített. Egy kamionsofőr csaj, aki már akkor irányító volt. Tehát ez nekem ezért volt ilyen egzotikus, hogy nem sok kamionsofőr hölgyet ismerek. És akkor ő hozott így össze, hogy milyen jókat ír. Ő meg nekem mondta, hogy ő, és akkor így. Hát, hogy mi először elkezdtünk barátkozni egymással, és mivel Zoli sofőr, ugye menet közben nem tud írni, és hangüzenetet mondott. Úgyhogy nekem az első ilyen nagy dobbanás a szívemben az volt, mikor az első hangüzenetét meghallgattam, mert annyira ismerős volt a hangja. Tehát az érzés jött belém, hogy én ezt a hangot ismerem. És lehet, hogy igen. Most már jól ismerem. Ha van intonáció, akkor lehet, hogy igen. Igen. De személyesen 2007. június 18-án találkoztam délután. Amikor jött haza. 5 óra körül, fél 5 óra körül. Ő jött haza. Csak tesztellek, Zoli. Én pedig éppen Pesten voltam, egy tréninget tartottam, és akkor így Pesten megbeszéltünk egy találkozót, mert így akkor már egy ideje jöttek-mentek az üzenetek, és így kíváncsiak voltunk egymásra. És ugye kérdeztem, mert még akkor nem láttuk egymást csak fényképről, hogy milyen ruha lesz rajtad, hogy megismerjelek. És nem tudom, miért mondtál, pirosak, vagy teljesen mindig. Feketét mondott, és néztem a fekete ruhás csajokat, egyszer valaki megkopogtatja hátulról a vállamon, mert ő hát tudod, biztosra ment, hogy én megnézem ezt a pasit előbb, hogyha nem olyan, akkor tudom, oda sem megyek hozzá, gondolom. Na ez is egy jó mondat a sikerek nyomában, tehát hogy mielőtt döntesz, azért nézd meg hátulról, nem? Tehát így indult, és... És azt mondta Csilla, hogy egy tréninget, ugye jól vettem ki, hogy egy tréninget tartottál akkor, hogy mivel foglalkoztatok ti előtte, DXN előtt? Vagy egyáltalán, amikor kikerültetek? Hát én még most is azt csinálom, ugye én kamionsofőr körök, bár a mostani munkám alapvetően más, hogy minden este itthon tudok aludni. Ritkán van, hogy nem. Uh-huh. Csilla? Én pedig
Én grafikusként kezdtem el dolgozni, eredetileg matematika rajztanárként végeztem, és aztán valamikor így menet közben jött az, hogy civil szervezetekkel megismerkedtem, és akkor egy régi ismerős ajánlott egy tanfolyamot, egy ilyen facilitátorképző tanfolyamot, ahova elmentem. Bármit is jelent. És ez az út vezetett több kanyaron át oda, hogy végül is civil tréner lettem. Ez azt jelenti, hogy ilyen egyesületeknek, alapítványoknak a segítésével foglalkozott az az egyesület, amit mi közösen alapítottunk, és nekik tartottunk tréningeket. És akkor így ennek kapcsán, mint tréner, én sokat képeztem magam. Úgyhogy, jó, akkor úgy kezdem az alapjait megérteni az empatikus hálózatépítésnek, hogy honnan is az eredők. De most, hogy nézlek benneteket, azt látom, hogy ketten ott ültök, de négy nyak van. És mindegyikötöknek megnézem a ruháját, ott van a logó, és rajta egy hosszú nyakú állat. Nem tudom, egyáltalán állatnak lehet-e mondani, mert gondolom, nagyon, sokkal nagyobb becsbe van ez nálatok. Honnan ez a zsiráf szerelem? Hát ez igazából onnan kezdődött, hogy olvastam én egy könyvet arról, hogy személyes márka. És sokan mondják, hogy ugye az MLM-ben igazából te vagy a termék. Mert hogyha teszem föl valaki ezt a DXN terméket, vagy ezt a minőséget szeretné fogyasztani, jelenleg 10 millió emberhez csatlakozhat, és ugyanazt a GL kapszulát, meg ugyanazt a kávét fogja kapni mindenhol. Tehát az egyetlen különbség azok mi vagyunk, meg te, meg a többiek. És ezért nagyon fontos az, hogy megjegyezhető legyél. Tehát, hogyha bármilyen marketing üzeneted van, fénykép, vagy videó, vagy kiállsz a színpadra, akkor ne tudjanak senkivel összekeverni, és meg tudjanak jegyezni, hogy ő volt, az őt láttam. Mert akkor hozzácsatlakozik, ha tetszett neki, amit mondtál. És ugye innen kezdődött ez az egész, és az meg egy másik tanács volt a könyvben, hogy mindenkinek a fejében vannak sztereotípiák bizonyos szakmákról. Tehát hát például látsz egy olyan hirdetést, vagy egy olyan névkártyát, hogy Kovács Béla az abstinens kőműves, arra felkapod a fejed, mert ez egy ellentmondás, mert ugye sokan úgy tartják, hogy a kőművesek olyan alkoholisták, akik összejárnak építkezni. És ugye a hálózatépítőkről meg az a közhiedelem, hogy mi ilyen kapaszkodósak vagyunk, meg ilyen nyomulósak, meg minden, és hogyha te ehhez hozzá tudod tenni, hogy de mi nem így, és mi tényleg nem így csináljuk, hogy empatikus hálózatépítő, akkor az lehet, hogy egy olyan lesz, amit még nem hallott. És volt is olyan csatlakozónk, aki pont erre kapta fel a fejét. A zsiráfot meg Csilla elmondja, hogy az empatikusból, hogy az zsiráf. Tehát ez a trénerséghez kapcsolódik valóban, ahogy jól sejtetted. Én akkor részt vettem többféle tréningen. Az egyik az erőszakmentes kommunikáció tréning volt, és ennek a két nem szimbólum. Hát minden kabalállata, vagy minden. Kabalállata, igen. Tehát ilyen, de mégiscsak a szimbólum szót használom. Tehát, hogy a két véglet az, hogy valaki, mint egy sakál, úgy kommunikál agresszívan, és a saját akaratát akarja a másikra rányomni. A másik pedig, aki odafigyel rá, aki meghallja az ő szükségleteit, és arra reagál, és tényleg ez a szeretetteljes, nyitott odafigyelés. Ehhez találták kabala állatnak a zsiráfot. Tehát ezt nem mi találtuk ki, hanem ez már egy adott dolog volt ebben a szisztémában. És azért zsiráf, azon kívül, hogy tényleg egy elég szelid állat, hogy a szárazföldi állatok közül neki van a legnagyobb szíve. Tehát ahhoz, hogyha oda akarok valakihez fordulni, azt nyilván nyitott szívvel kell tenni. És ez nekünk nagyon megtetszett, hogy ha már empátia, akkor legyen a kabala állat a zsiráf. Úgyhogy nem csak úgy kiválasztottuk, mert jó a színe, vagy szép hosszú a nyaka, hanem innen jön ez a szimbólum. A színeink azok, az meg már Csillának a munkája, mert kell egy arculat is, és őnek itt tényleg ez a szakmája. Uh-huh. És akkor így lett a sárga, meg ez a türkiz, meg a barna még hozzá. Ez most egy menet közben jött a kérdés, de hogy hány ember fér bele egy zsiráf szívében? Azt nem tudom, de a vérnyomását tudom, hogyha a zsiráfnak 200-as vérnyomása van, akkor ő neki emelni kell a vérnyomását, mert neki 300 körüli a vérnyomása. Ez ugrott be a szívről. Hogyha valaki kíváncsi még a zsiráfokra, akkor a... Biológia tankönyv. Nem, a Bécsi állatkertet nagyon szeretettel ajánljuk, tényleg nagyon szuper zsiráf kifutó van, és ott a
zsiráfok mellett ki vannak rakva ilyen ismertető táblák, ami rendkívül sok ilyen érdekes tényt tartalmaz a zsiráfokról, mert tényleg nagyon különleges a biológiájuk. Tényleg ezt annyira megjegyeztem, ezt a zsiráfot veletek kapcsolatban, hogy amikor tavaly kint voltunk elefántcsontparton, alig vártam, hogy lássak egy zsiráfot, de hát aztán azért a városban nem rohangálnak, bármennyire is empatikusak, tehát hogy nem sikerült ez a találkozás ott, csak az állatkertben. És beszéltünk, mert szóba került az MLM nektek, milyen volt az első MLM élményetek? Most nem itt még a DXM-nel kapcsolatban, hanem előtte, tehát hogy mit tapasztaltatok, vagy... Hát nekem nagyon rossz, de inkább a legelejére megyek vissza. Én egy elég rövid ideig voltam Avon tanácsadó. Akit hajnal 2-kor kell felhívni. Nem kell hajnal 2-kor, de aki ismeri az Avon rendszerét, az tudja, hogy kis katalógus van minden hónapban, azt hiszem, és akkor kozmetikai termékeket kell ismerősöknek ajánlani, és utána a tanácsadó megrendeli a cégtől a csomagot, tehát összegyűjti a megrendeléseket, a saját pénzén megrendeli a csomagot, utána, amikor megjön, fogja a kis nylonszatyrokba, kipakolja, és elviszi az illetőknek, és aztán vagy átveszik, vagy nem. Úgyhogy ehhez képest, tehát én ezt viszonylag hamarabban hagytam, ez nem is olyan igazi MLM volt szerintem, mert legalábbis nálunk nem helyeztek arra hangsúlyt, hogy bárkit a hálózatodba beépíts, tehát egy fogyasztói hálózatot, hanem csak akit így személyesen ki tudtál szolgálni, azokat szolgálta ki az ember. És tehát ez egy ilyen első bénázás, meg próbálkozás volt, hamar el is ment tőle a kedvem, és aztán évek teltek el, és utána jött az az időszak, amikor a gazdasági válság végül is, amikor így elég sok volt megrendelőm kiesett. Ez azt jelenti, hogy én annak idején egy ilyen nagy lelki válságban voltam amiatt, hogy marketinget tanultam, és hogy a reklám az valaminek az eladása, de egy kicsit volt egy ilyen becsapás íze, legalábbis a számomra akkor, amit így 20 évesen megértettem belőle, hogy valamit rá akarunk valakire beszélni, és ezért eltúlozzuk a tulajdonságait. És reklámgrafikus szerettem volna lenni, de becsapni senkit nem szerettem volna, és megkérdeztem egy akkori, hát egy olyan embert, egy gurut, akiben akkor bíztam, és a tanácsára hallgattam, hogy mit lehet tenni, hogy tegyem magamban rendbe ezt az ellentmondást, hogy a szakmát szeretem, szívesen alkotok, de nem akarok senkit se rávenni, és ő azt mondta, hogy nagyon egyszerűen válaszd meg úgy az ügyfeleidet, hogy akinek csinálod a reklámot, annak a céljaival vagy a termékével egyet tudsz érteni. És ez egy zseniális tanács volt, tehát teljesen feloldotta ezt az ellenmondást. És akkor én így kezdtem el civil szervezetekkel foglalkozni, akiknek a célját teljes messzélességgel tudtam támogatni, tehát állatvédő szervezetek, természetvédő szervezetek, nagyon sokféle különböző szervezetnek készítettem, rengeteg kiadványt igazából. Ja, igen, onnan indultam, hogy viszont egy idő eljött, amikor a civil szervezetek támogatása nagyon-nagyon lecsökkent, és akkor így végül is fizetésképtelenné váltak a megrendelőim. Tehát akkor kellett nekem valami más bevétel után nézni, egy harmadik láb után, és akkor azt mondtam, hogy na jól van, akkor legyen valamilyen MLM, és elmentem több előadásra, több cégnek meghallgattam az előadását, illetve ilyen meghívások ugye érkeztek folyamatosan ide-oda-amoda, és hol az nem tetszett, nehezen tudtam beleképzelni magam, hogy én kiálljak a színpadra, vagy hogy bárkinek azt a dolgot úgy bemutassam, ahogy nekem bemutatták, és akkor találkoztam a DXN-nel, egész pontosan a Judittal, és kiderült, hogy itt semmi hókusz-pókuszról nincs szó, és engem először igen a barna baboldal, ami akkor volt a tagok számára elérhető, az egy nagyon jó eszköznek tűnt, hogy otthonról lehet, akkor még viszonylag kevés cégnek volt végül is ilyen weboldala, és az, hogy 5000 forinttal be lehetett regisztrálni, tehát nem kellett hatalmas összegeket rögtön beleinvestálni. Már azon a ponton, mielőtt én a DXM mellett döntöttem, pont úgy voltam, hogy valaki már úgy
félig meddig meggyőzött, és azon kezdtem tanakodni, hogy honnan szedjem össze azt az induló tőkét, ami ahhoz az első beregisztráló csomaghoz kell. És akkor a megkönnyebbülés volt, hogy de nem kell, tehát nem kell adósságba verni magam, mert van olyan cég, ahol ezt nulláról, hát vagy akkor 5000 forintról, most már még ez sincs, el lehet indítani az építkezést. Az én első élményem az pozitív volt, mert gyakorlatilag nekem ezek a sistergők voltak az első pozitív, vagy első élményem, amit Judit meg Orsi Laci csináltak. Ezek ilyen Skype-el beszélgetések voltak minden héten. Én ezt már többször is elmondtam, de meggyőződésem, hogy ha nem lett volna az, akkor én valószínűleg onnan a kanapéról nézném, ahogy Csilla itt beszél most veled. Nem mert nézném. Engem nem kapna el, nem kapott volna el a gép szín, mert én ott olyan emberekkel találkoztam, akik akartak valamit, ezek meg akarták hódítani Európát. Tehát az agyam eldobtam rajta, hogy já, hát én ebből nem akarok kimaradni. Úgyhogy nekem tényleg egy nagyon pozitív volt ez az első. De jó, de akkor neked a DXM volt az első emelem találkozás. Igen, abszolút, igen, igen. De jó. És Zoli, ez elsősorban neked szól most, mert azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy elég hosszú utakat teszel meg például a kamionba. És ezzel mindig ezen gondolkodtam, hogy mondom, mi járhat egy kamionsofőr agya, mondjuk egy 500-800 kilométeres utam. Az, hogy egy kamionsofőr agya mind jár, azt gyorsan el tudom neked mondani az autókon, a csajokon, az a hülye főnök, hülye rendőr, mit viszek, szóval sokan vannak ilyenek. Igen, tisztelt a kivételnek. Én nekem mostanra már azért a 30-31 év után ez a tudatalatti megoldja a kamionvezetést, mert hát az autókban most már komoly biztonsági rendszerek vannak, tehát például nincs olyan, hogy ráfutásos baleset. Az én autóm is 12 éves a kamion, de már benne van ez az adaptív tempomat. És felszabadul a szürke állomány, és én mindenfélét, én nagyon szeretek elemezni, tehát úgy, ahogy Kócsó Laci mondja most a startképzésben, nem tudom, hogy a korábbiakban mondta-e, arra már nem emlékszem, hogy ő minden egyes beszélgetés vagy bemutató után végig elemzi azt, hogy mit mondott jól, minek mi volt a reakciója, mit kellene másképp csinálni, és én ugyanígy, tehát én is végig gondolok elmúlt dolgokat, ötletelek, hogy egyáltalán ezt az ötletet érdemes-e megvalósítani, és ha igen, hogyan, akkor ha látok például egy nagy plakátot valahol Ausztriában, amit valahogy DXN-esíteni tudok, akkor wow, ezt meg kéne csinálni. Tehát sok hülye ötletem az ilyenekből születik, hogy látok valamit, és akkor az beindítja az agyam. Tehát tényleg az a jó ebben a szakmában nekem, hogy van időm arra, hogy az agyamat másra használjam, és tényleg DXN ezek akkor is, amikor vezetek. Hogy lettél Indián? Most csak ez így bejött, hogy ezt melyik hülye plakáton láttad? De tetszik? Igazából erre most nem is tudok felelni neked, de az tűnt fel, hogy toll, milyennyire hasonlít a tollhoz az üres tasak, tudod. És az meg tök véletlen, hogy ebből egy fotó lett volna, valószínűleg esetleg kettő, és találtam egy csomó ilyen indián idézetet, ilyen indián bölcsességet, és megdöbbentően okosak voltak az indiánok, olyan dolgokat tudtak, hogy ez hihetetlen. És akkor így összeraktam ezt, hogy akkor legyen többféle fotóról, amilyen majomkodás, mert én bohóckodok szívesen. És akkor azokhoz teszem hozzá ezt a bölcsességet. Az emberek szeretik ezeket az idézeteket, nagyon népszerűek. Ez így van. Ha valaki esetleg most nem tudná, hogy milyen Indiáról beszélünk, akkor szerintem lépjen fel az Instagramra vagy a Facebookra, és kezdjen el keresgetni ilyen névvel. És előbb-utóbb meg fogja találni ezt az indiánt, amire mi gondoltunk. Aztán minden párnál engem az érdekel, egyébként egy kicsit az is, mert ezért ez sokat elárul. Például nálatok ki az úr a háznál? Mert két nagyon karakteres személyiség vagytok, elég határozottnak tűntök úgy külön-külön is, hogy kettőtöknél ugye kapcsolaton belül ki az úr? Hát erre azt tudom neked mondani, hogy amikor mi megismerkedtünk, akkor is éppen egy tanfolyamra jártam, egy játszma tréningre, hogyha mondasz valamit, hogy tranzakcióanalízis, hogy az ember melyik énjéből beszél, a szülőből, a felnőttből, vagy pedig a gyerekényéből, és akkor ez egy nagyon új tudás volt a számomra, és egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, amit meg is osztottam rögtön az Olival. Tehát nekünk ilyen szempontból nagyon különlegesen indult a kapcsolatunk, mert szinte a legelején
tudtunk olyan dolgokat tisztázni, amire lehet, hogy bizonyos pároknál évek múlva kerül sor, vagy még akkor sem. És én azt gondolom, hogy nem kell, hogy úr legyen a háznál, hanem egy jó konfliktus kezelő készség kell, hogy legyen a háznál. Tehát ha az ember megtanulja, valóban el tudja mondani azt, hogy mire van szüksége, és ehhez kell érzelmi intelligencia, hogy felismerjem egyáltalán, hogy engem mondjuk mi bánt, vagy nekem mi az érdekem, és ezt tényleg el tudjam mondani, akkor a másikban egy megértés születik, és nem biztos, hogy ugyanazt akarjuk, sőt biztos, hogy sok helyzetben különbözőt akarunk, de ha el tudom azt érni, hogy az én álláspontomat is megértse, és én is megértem az övét, akkor nagyon jó esélyünk van rá, hogy egy olyan megoldás születik, ami nem az a, tudjátok, nem az a torta, hogy van egy adott torta, és akkor hogy vágom fel, és akkor szükségképpen, ha az egyiknek több jut, akkor a másiknak kevesebb. Hanem akkor lehet egy olyan megoldást találni, ahol tényleg a keske is jól lakik, és a káposzta is megmarad. Tehát egy harmadik megoldás, és ez nem a kompromisszum. Tehát ez nem azt jelenti, hogy A és B között elmegyek én fél útig, vagy valameddig, és ő eljön, hanem hogy találunk egy ezen kívüli harmadik megoldást, ami mert nagyon sokszor lehet, ha tényleg kiderülnek, és nem marad meg az indulatok szintjén, egy ilyen osztozkodás szintjén egy konfliktus, hanem kiderül, hogy nekem mi fontos, neki mi fontos, akkor van esélyünk találni egy olyan megoldást, ami mind a kettőnknek jó. Úgyhogy mi? Nem azért vagyok csendben, hogy most ő beszélje, meg nem merek megszólalni, itt igazat adok, tehát tényleg így van. Bocsánat, csak közben helyezkedek. Szóval, hogy tényleg így van, hogy nem az az érdekes, hogy kinek a megoldása lesz aztán a közös, hanem az, hogy egy jó megoldás szülessen, csak mindegy, hogy az enyém vagy az övé. Egy kicsit leegyszerűsítve a dolgot, hallottunk egy ilyet, és mi ezzel nagyon gyorsan azonosulni tudtunk, hogy így egy párkapcsolatban eldöntheted, hogy igazad van, vagy boldog vagy. Vagy boldog vagy, igen. Ez mekkora igazság, szóval nagyon-nagyon sokunknak ezért a mondatért. És ez nem azt jelenti, hogy te lemondasz róla, ami neked fontos. Tehát nem, hanem fontos az, hogy nem azt kell eldönteni, hogy kinek van igaza, mert mind a kettőnek igaza lehet egyszerre. Tehát, hogyha fontos a boldogság, ha fontos a másik, ha fontos az, hogy hosszú távon tök jól kijöjjetek, és ez nekünk mindig nagyon fontos volt, akkor találtok rá módot és alkalmat, hogy tisztázzátok, hogy kinek mi a jó. Úgyhogy nincs úr a háznál, és ezt tényleg így érezzük. Jó, ez most abszolút elfogadom, meg ez látható is. Na, tehát, hogy úgy nem voltak olyan félrenéző tekintetek, úgyhogy ezt abszolút elfogadjuk. És már ugye kezdetektől fogva, aki leült és elkezdte nézni itt a Facebook Live-ot, az látta, hogy valami nagyon-nagyon különleges háttér előtt ültök. Én ezt amúgy is bevettem volna a kérdések közé, de így meg pláne, mert például az a szimbólum, ami ott van felettetek, meg egy-két olyan dolog ismerős, de ha jól tudom, ez egy tabló, ami olyan nagyban, mint ami most látszik, ez ott van valahol a falatokon. Hogy honnan jött ennek az egész tablónak az ötlete, mennyire befolyásolja ma az életeteket, hogy bele együtt éltek a lakásba, milyen hatással van rátok. Picit erről beszéltek nekünk. Ez egy nagyon érdekes sztori. Életem legjobb tréningje volt a Szalai Ádámnak a sikerkód. Mindenkinek ajánlom, hogy jó, nem biztos, hogy mindenkit úgy érint, meg én nagyon-nagyon, nekem nagyon tetszett. És ott volt egy olyan gyakorlat, hogy akárcsak újságból is kivághatod a képet, amire vágysz, hogyha mondjuk egy kis, nem tudom, dohányboltot szeretnél, hogy te az a tiéd legyen, kuvágjál ki egy ilyen képet, ragasz fel egy ilyen levelezőlapra, és ezt úgy forgassad, nézegessed, vizualizáljad, stb. És akkor innen jött ez az ötlet, hogy én is értek valamennyire a Photoshophoz, Csilla meg egész jól, hogy akkor csináljunk ebből valami szépet, és akkor tegyük fel a falra. Hogy szem előtt legyen. És akkor, ha bejön egy vendég hozzánk, akkor nem mondja, hogy hát ez a randaság mit keres a falatokon, mert újságpapírból van kivágva, hanem ez egy szép. És én úgy szoktam csinálni, mert kettőnk közül én vagyok a megvalósító, hogy látványosan bénázok a Photoshoppal, és mindig mutogatom Csillának, hogy na, jó, jó, és hát nem jó. És ezt addig csinálom, amíg félre nem söpri azt, amivel dolgozik, és nagy ide, és akkor befejezi szépen. Amit nem bírom nézni.
És ez is így volt, hogy lemértük, hogy itt 1,50 cm széles hely és 1 méter magas hely van. Létrehoztam a Photoshopban a vásznat, és elkezdtem pakolni rá a képeket. És nem ment. A egér, megmozdítottam az egeret, eltett 4-5-6 másodperc, mire arrébb ment a képet. Mondom, mi van ezzel a számítógéppel? Küzdködtem vele napokig. 500 megabajtos volt a fotó. Végül ugye Csilla átvette tőlem, és ő vette észre, hogy nem 1 méter 50 centiszer 1 méteres, hanem 15 méterszer 10 méteres vásznat csináltam, és azon kezdtem el dolgozni. Úgyhogy azért halt be a processzor, mert a Sixtusi Kápolnát próbáltam egy ekkora méretű képpel. De lehet, hogy akkor már az új lakást is terveztétek, ez azért van, nem? Kell egy ilyen nagy fal. Szóval, de azt akarom elmondani, ezt mindenkinek tényleg ajánlom, mert addig, amíg csináltuk, ez egy olyan szenzációs élmény volt, hogy mit tegyünk rá egyáltalán. Mert ezen vannak olyan részek, amin ugye már mi vagyunk rajta, tehát például, ha sikerül megmutatni ez igazi fénykép, de a Taj Mahal előtt, amikor állunk, az Csilla mögött van, az Photoshop, mert mi még nem jártunk ott. Tehát olyan is van, ahol már voltunk, olyan is van, ahol szívesen elmennék. És van egy valami, ugye kérdezted, hogy ez hogy hatott ránk. Itt van egy autó, látszik a sárga autó? Igen. Igen. Ez rákerült, és hát azért sárga, mert hát sárga lett a színünk. És mit ad Isten, sárga színű autónk van, az is ilyen SUV, mint ez, igaz ez? Még nem volt. Akkor még nem volt, meg semmi, persze volt, meg semmi. Tehát valamilyen szinten működnek ezek, hogyha az ember tényleg tudja vizualizálni, és el tudja magát, minél több érzelemet beletéve, el tudja magát képzelni egy másik helyszínre, egy elért cél közelébe, vagy ilyesmi, ahogy szállunk fel a hajóra, a hajókázásnál, tudod. Ha ilyeneket tudsz vizualizálni, meg fog valósulni. Mert az agyad rááll arra, hogy akkor ez a cél, és észre fog venni olyan dolgokat, amit egyébként nem venne észre, akkor is ott lennének azok a dolgok, csak te nem vennél észre, mert nem arra van az agyad kihegyezve, nem az a fókusz. És én azt mondom mindenkinek, hogy ha nem is, oké, mert nem tudtok a Photoshoppal esetleg valaki ilyen szépen dolgozni, de érdemes, mert nagyon, addig nagyon nagy élmény, amíg csinálom. Simán össze lehet egy utazási katalógusból is ragaszgatni, hogyha valakinek az utazás az álma, de nem mindenki utazni szeretne, tehát végül is bármi, ami a te vágyaidat megjeleníti, azt össze lehet egy ilyen montázsba rakni. Ha meg ki akarjátok rakni a falra, vannak olyan kivitelezők, hogy simán tapétát csinálnak belőle, ez is öntapadós tapéta, és pikpak felraktuk. Úgyhogy... De jó. Ez nekem egy nagyon-nagyon kedvenc témám, mert én hiszek abban egyébként, hogy a célállítások és a vizualizálás eszméletlen sokat segít abban, hogy milyen eredményeket érünk el. Nekem a legelső tapasztalatom, és ez most tudom, hogy nem én vagyok a porondon, de ezzel kapcsolatban azért hagyosszam meg tényleg így röviden a tapasztalatomat. Nekem volt egy célfüzetem, ezt akkor hívtam, nem igazán füzet volt, ez egy mappa volt, ez 20 évvel ezelőtt, akkor hallottam, vagy olvastam róla először, és rögtön meg is csináltam, úgy, ahogy kell, katalógusból vágtam ki minden dolgokat, de olyan teljesen lehetetlennek tűnő dolgok volt, ami tetszett, az beleraktam, kivágtam. És akkor egy-két évig ott tényleg nagyon minden nap nézegettem, ott is volt előttem, akkor tényleg dolgoztam is, és volt egy lakás átalakítás, és ezt a mappát valahova elraktam. És most, amikor újra volt egy lakás elfelújítás nálunk, és előkerült ezt a mappa, és elővettem, én akkor estem pofára, mert azok között, ami ott volt, mind vagy voltam ott, vagy megvalósult. És annyira döbbenet volt az a 20 évvel ezelőtti lehetetlen megélni úgy, hogy mindmár a múlt, vagy egy megvalósult dolog, és tényleg, amikor először megláttam az egyik dobbanton, hogy mi van mögöttetek, akkor egy kicsit úgy őszintén irigykedtem, hogy igen, ez titeket nagyon-nagyon sokra, és nagyon messzire fog repíteni, és nem csak titeket szerintem, hanem mindenki, aki megcsinálja. Na hát ennyit így a monológról, és váltok is egy témát, hogy a Zoli fiatal korában nagyon-nagyon jó tornász volt, és rengeteget használt a dobbantót, én ezt tudom. És hogy mit jelent nektek ez a dobbantó szó? Hát maga a szó, az egy, azt majd Csilla elmeséli, hogy volt. Igazából az, ami, ahogyan a dobbantó létrejött, mi rájöttünk, sajnos elég sok késő, mert jól lett volna az első évben, ha jövünk erre, hogy a csapatépítés az nagyon fontos. Mert azt minden
profi MLM-es tudja, hogy van egy bizonyos bónusz szint, ami felett már bemaradnak az emberek, mert az a pénz már hiányozna a havi költségvetésből, viszont ez alatt a szint alatt a csapat tartja benn az embereket. És ezért nagyon fontos, hogy csapatot építsünk. És ezek voltak a sistergők, amik voltak. Aztán volt nekünk is valami hasonló, de az is így hanvába hult. Volt olyan, hogy ketten voltunk rajta csillával. Hát ez csapatépítésnek kicsi, tehát nem elég. És akkor elkezdtük ezt csinálni, és én azt gondolom, hogy a marketing nagyon fontos. Tehát nem elég, hogy van egy jó ötleted, azt jól kell marketingezni, mert nem fognak róla tudni, nem kelti fel az érdeklődésüket. És én ezt úgy csináltam, hogy vasárnap reggelenként egy ilyen egy percet mondtam, egy, nem tudom, hogy élő videó volt, vagy felvétel a Facebookon, hogy mi lesz este a Koffein Klubban. És a keresztvonalak közül nem egy ember, sokan odaírtak, hogy jaj, de kár, hogy nem a ti csapatotokban vagyok, mert én is úgy elmennék erre. Érdekel a téma. Igen, és akkor épp a DXM-ben online nem nagyon volt semmi. Offline sem volt túl sok szeminárium, de online éppen semmi nem volt. És akkor kitaláltuk, hogy akkor legyen ez egy nyitott szerda. Az első egy-két alkalommal úgy is hívtuk, hogy nyitott szerda. És hát kis próbáljuk meg ugye keresztvonalazás, veszélyek, stb. Stb. És én mostanra azt gondolom, hogy a dobantó az egy nagyon értékes dologgá vált. Ha megnézitek a felvételeket, én az első egy évet végignéztem, amikor volt a születésnap előtte, rengeteg értékes dolog gyűlt ott össze. Tudás, tapasztalat, mindenféle szinten. És tényleg el lehet oda jönni, csapatot építeni, hiszen én néha, ha vicceskedve vagyok, azt szoktam mondani, hogy együtt fogunk menni nyaralni doktorlin pénzén, ne idegenként legyünk már ott a hajón, vagy Dubajban, hanem ismerősként, nem? Az maga a szó, meg csillának a fejéből pattant ki. Hát akkor mégse tornász voltam. Én diszkoszvető voltam, de valóban nem kell dubbantó. Ugyanúgy, ahogy ugye az alszulat vagy saját márka kitalálásnál itt is törekedtünk arra, hogy valami olyan, amit nem tud semmihez társítani, mert még nem volt ilyen. Tehát hogy a dobbantóhoz ugye csak ez a tornászeszköz kapcsolódik, és nagyon tetszett nekünk, hogy ez ilyen kétértelmű szó, mert hogy dobbanni a szívünk szokott is, hogy ez egy igazából egy ilyen motiváló dolog is, hogy megdobogtatja a szívet, meg dobbantó, hogy ahonnan így elrugaszkodva, igen, tovább lehet lépni. Tehát mindenképpen azt szerettük volna, hogy ez így lelkesítse az embereket. Hát az eddigi visszajelzések alapján ez úgy tűnik, hogy sikerül is. És amit még nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy nem biztos, hogy mindenki látja benne azt a lehetőséget, hogy addig, amíg kicsike csapatod van, és csak néhány embered van, akkor nem biztos, hogy könnyű szervezni egy ilyen, tehát hogy gondoskodni arról, hogy állandóan legyen minden héten visszatérve egy téma, hogy ott jó legyen a hangulat, hogy mindig legyen, aki hozzászól, hogy ezt tudjátok használni ti is, kezdők is, meg a haladók is ugyanúgy arra, hogy ide elhívjátok az embereiteket, és közös tudásból tudnak építkezni. Tehát ez végül is tényleg egy olyan eszköz, pláne a felvételekkel együtt, meg a Facebook csoporttal együtt, ahol vissza lehet keresni a tartalmakat, amit szerintem mindenki csak építésre tud használni. Tehát nagyon szeretjük azt, hogy ott élőben tényleg van egy... A tüzet azt táplálni kell, tehát mindenkiben. A motiváció akkor marad fenn, hogyha van egy rendszeresség, hogy mindig visszatér az ember bizonyos pontokra, és ott egy kicsit megtöltekezik. És van visszacsatolás, hogy jó helyen igen, vagy, igen, meg igen. Jól csinálsz. És hogy mondjam el itt, Szavi, hogy én örökké hálás leszek azért, hogy ti ennyire mellénk álltatok. Nem számítottam erre. Én maximum a saját felső vonalunkra számítottam, hogy segítenek, de hogy keresztvonal ilyen szinten mellénk áll, én arra nem számítottam, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Hát én azt gondolom, olyan értéket képvisel a dobantó, és egy olyan műhelyi munka folyik ott, aki mindenkinek nagyon hasznos. Tehát én pont ugyanilyen hálás vagyok, hogy ezt most így meg lehet köszönni annak, hogy egyáltalán felmerült a gondolat, hogy befogadtok. Mert egy kicsit én a keresztvonalazásra úgy érzem, hogy ma a social media világában csak az nem keresztvonalazik, aki akarja. És valahol ennek a keresztvonalazásnak pont ugyanúgy
lett egy olyan éle, mint amit a dr. Lim mond a kisfilmjében, hogy az, csak akkor az MLM-ről, hogy az MLM olyan, mint egy kés. Tudsz vele kenyeret vágni, és tudsz vele ölni. És a keresztvonalazás is hasonló, hogy egészen addig, amíg a szándék az, hogy segíts másokat, addig ezt egy nagyon-nagyon jól lehet használni. Hogyha az a szándékot, hogy gyárts másoknak, akkor az viszont abban a pillanatban kinyírandó, vagy hát írtandó dolog. Én azt gondolom, hogy ebben a közegben és ezeken a szerdákon egy nagyon-nagyon jó egységes együttműködés van, és én tényleg ezt imádni tudom. És ez az egyik, én azt gondolom, ami miatt ti most itt vagytok, mert nagyon magasra repített például bennem is a ti személyiségetek, a ti csapatotok, a ti vezetésetek azáltal, hogy ezt fenntartjátok és működtetitek, úgyhogy ezt így itt is köszönöm. Hát a dobantóról még nagyon rengeteg. Még annyit mondjátok, hogy a szakmai segítségen kívül, ugye, ami azért egy rangot is ad a dobantónak, hogy felső vezetők is részt vesznek benne, azért az a hangulat is nagyon fontos, amit ti is odahoztok, a ti jó kedvetek, mert azt gondolom, hogyha csak így szárazon szakmáznánk, akkor nem lenne olyan élmény, mint hogy így tényleg, akik járnak, azok tudják, hogy jó hangulat szokott lenni, és azért is érdemes ott lenni. Egyébként én is azt gondolom, hogy nagyon sokan nézik akár ezt a Facebook live-ot, vagy nagyon sokan fogják még nézni, hogy érdemes szerdán esténként ugyanúgy betervezni azt a 7:30-at, tehát hogy rengeteget, de rengeteget tanulsz, és sokszor csak egyetlen egy mondat, mint ahogy a ma estében már én kaptam tőletek olyan mondatot, hogy nagyon sokszor viszünk haza olyan valamit, ami nagyon sokszor táplálja azt a tüzet, amiről te is beszélsz. És tudom azt, hogy ugye úgy lehet igazából tanítani, átadni a tudásunkat másoknak, hogy ezt mi is gyakoroljuk és mi is csináljuk. És tudom rólatok, hogy rengeteget jártok képzésre, online képzésre, említettétek Szalai Ádámot, említettétek az erőszakmentes kommunikációt, ugye mind offline képzéseteket, és melyik volt a leginkább az a tréning, vagy az a képzés, ami a legnagyobb nyomot hagyta bennetek? Hát talán most a legfrissebb, mert én kihasználtam a márciusi karantént, azt hiszem egy hónapig, vagy 6 hétig én is itthon voltam, és vettem 2 tanfolyamot a Facebook meg a Google hirdetésről, hát ez 100 000 forint a 2 tanfolyam. Megkérik az árát, de meg is éri. Én azt mondom, hogy az én számomra, vagy a mi számunkra most a hirdetések azok, amik a legjobb. Nem akarom ezt szót mondani, hogy legjobb minőségi érdeklődőket hozzák, de a hirdetéssel, ha ügyesen csinálod, olyanokat tudsz megszólítani, akiket tényleg érdekel. És akkor nem vaktába a lövöldözöl, hogy hát, ha találsz valakit, és megérte, és ez egy nagyon jó dolog volt. De ez egy picit olyan, mintha egy gyöngysorból kérdeznéd, hogy melyik gyöngyszem, mert ha az egyik hiányzik, akkor nem ér össze a gyöngysor, nincs belőle nyaklánc. Tehát valójában minden képzés fontos volt, mert egymásra épülnek, vagy egymásba kapaszkodnak. Én, hogyha tényleg, ha ajánlhatok online képzést, főleg DXN-eseknek, akkor, de nem csak DXN-eseknek, annak is, akit úgy egyáltalán érdekel a gyógygombák világa, akkor az a harmadkati ganoterápia képzése. Én azt gondolom, hogy ha nem is akarsz ganoterapeuta lenni, tehát mi se akartunk, hanem csak egyszerűen azért hihetetlenül fontos, mert különben nem tudja az ember, hogy mi van a kezében. Tehát, hogyha ha valamit ajánlani szeretnénk jó szívvel valakinek és hitelesen, akkor fontos azt tudni, hogy mit tud az a termék. És ezt nagyon kiválóan tolmácsolja a harmadkati, tényleg egy olyan stílusban, egy annyira közvetlen és jól érthető stílusban, hogy az alatt a, nem is tudom, 6 órás tréning alatt azért egy ilyen, tényleg egy ilyen átfogó képet tud az ember alkotni arról, hogy mik ezek a gyógygombák, hogy hatnak, hogy működnek, hogy érdemes őket szedni. És akkor hozzá egy egyszerű munkafizetés. Mindjárt egy nagyon magabiztossággal tudja az ember ajánlani, hogy kinek mit ajánlana szívesen. Ezt mindig egy-két alkalommal már, amikor beszélgettünk sikeres emberekkel, akkor így mindig megkérdeztem, hogy így összeadták-e, vagy tudják-e már, hogy így összességben mennyit fordítottak saját tőkéből, vagy saját pénzből képzésre. Mert ez mindig egy olyan érdekes szám, mert
Mert nagyon sokan a sikeres embereket úgy irigylik, hogy jó, hát tudod, neked szerencséd volt, vagy jókor voltál jó helyen. De amikor ezek a számok így elhangzanak, hogy igen, én mennyi időt, és most le is hagyjuk is a pénzt, mert lehet, hogy az nem, de hogy időt mennyit fordítottatok már, hány napot, vagy hány tréningen voltatok, ezt így kiszámoltátok már egyszer? Nem lehet. Én megmondom őszintén, hogy nekem gyakorlatilag az összes szabadidőm a DX-en. Tehát a napközben is alig várom, hogy hazaérjek, sajnos nekem ez a szenvedélyem. Tehát én egyszer úgy imádom, ahogy van. És az egész hétvége. Csilla szokott kirángatni néha belőle, hogy élesítsem a fejszét, ne csak vágjam a fát. Nézzünk meg egy filmet, vagy nem tudom, menjünk egyet sétálni, meg ilyesmi. Én nem számolom az időt, tehát ami van, én ráadom, vagy rárakom. De jó. Hát azt hiszem, ez is egy nagy tanulság mindenki számára, hogy ha valamiben igazán profi akarsz lenni, és igazán eredményt vársz, akkor ott meg kell szerezni a tudást is. És ma már tényleg lehet, ez csak rajtunk múlik, hogy oda tesszük-e magunkat. És Csilla, ez hozzád szól, ugye a kreativitás a te asztalod. Hogy hogyan szerettél bele, vagy egyáltalán hogyan jött ez, mint, jó mondjuk persze, mint rajztanár, igen. Egyébként most tudtam meg, hogy tanár voltál, ez szimpatikus, mert újabb közös vonás. De hogy maga az, hogy kreatívkodni elkezdtél, és grafikus lettél, ez honnan jött? Hát ez azt mondhatnám, hogy gyári beállítás. Így jött. Ezt osztotta. Ja. Tehát akkor téged megrajzoltak. Megterveztek, igen. Ez nekünk természetes, de nem csak én vagyok kreatív, Zoli is kreatív. Ő más módon, tehát nem a... Én inkább szóban. Tehát a nyelvi kreativitása az magasabb szintű, és a legjobb, amikor egymást tudjuk inspirálni. Tehát tényleg ez az ötletelés, ez nálunk így nagyon, mint a tűzi játék, így egymást. Csak arra kell vigyáznom, hogy amikor ő neki van egy M100 jó gondolata, hogy az valósuljon meg, mert az, ha én meg tudom valósítani, oké, de ha kell hozzá ilyen grafikus dolog, akkor... Kapufa. Mennyire segíti a hálózatépítő munkátokat? Mert azért látom most, ahol ültök, a fal, a póló, a pulóver, a blúz, az égvilágon minden már arról szól, hogy igazából saját magatokat építitek fel, és saját magatokat valósítjátok meg, és hát ugye ez ráadásul ebbe az a szép, hogy a saját fejből, saját kútfejből, saját gondolatokból, hogy a mindennapokban, hogy a hálózatépítésben ez mennyire segít? Én azt szeretném inkább elmondani, hogy nem kell hozzá grafikusnak lenni. Tehát elég, ha a fókuszod ott van, és megtalálod hozzá az eszközöket, a képeket. Ez egy nagyon vizuális világ, amiben élünk, úgyhogy a képek végül is fontosak. De ahogy ugye a Dobbantóban elindítottuk a Canva tanfolyamot, én azt gondolom, hogy ilyen sablonok alapján viszonylag néhány alapelv megismerésével tényleg bárki össze tud jó képeket állítani, sokkal fontosabb a gondolat, ami mögötte van. Tehát egy jó ötlete legyen valakinek a megvalósítást, már azt meg lehet tanulni szorgalommal. Nem akarom ledegradálni, mert mármint a szakmát, hogy ne lenne fontos egy grafikus, mint ahogy például egy fotós is nagyon fontos, és hiába van mindenkinek a kezében mobiltelefon és abban kiváló kamera, egy olyan igazán jó fotóért el kell menni egy jó fotóshoz, vagy egy igazán jó grafikáért egy grafikushoz, de ahhoz, hogy a közösségi médiában például valaki jó képeket posztoljon, én sok példát látok rá DX-enesek között is, hogy nagyon jó ötletekkel meg tudják valósítani, amit üzenni akarnak. De az, hogyha ki tudsz tűnni, a szürke tömegből az mindenképpen segíti a hálózatépítést is, vagy bármilyen marketing tevékenységet. De hogyha már valami kell, ami tényleg egy extra, ami segít, az a marketinges gondolkodás, na az segít sokat. Az nagyon. Úgyhogy ha valamit ajánlhatunk, ha csak egy dolgot akar valaki tanulni, akkor tanuljon marketinget. Ez olyan érdekes egyébként, ezt pont a Kocsó Lacinak is említettem, amikor most volt a napokban a Fatemi Ganival a Star of the Night, és a Laci arról beszélt pont, hogy megkérdezte a Gani is tőle, hogy mit tart a legfontosabbnak ugye egy hálózatépítés folyamán, főleg az online hálózatépítés folyamán, és Laci is azt mondta, hogy legyél egyedi. És ugye másnap beszélgettem a Lacival, ugye volt egy konzultációnk, és mondtam, hogy milyen kettősség az, hogy legyél egyedi, és legyél másolható, nem? Tehát, hogy
Hogy, nem, ez olyan, mintha, de itt van a kulcs, hogy igenis lehetsz másolható, mert az viszont másolható, hogy tanuld meg, hogy hogyan lehetsz egyedi. Mert ezt mindenki meg tudja tanulni, és el tud végezni olyan tanfolyamokat, ahol megtanulja azt, hogy hogyan lehet egyedi. Tehát maga az egyediségben is van valami másolható, és ez a szép, hogy nem csak tietek, vagy nem csak másoké lehet az online üzlet, hanem a tietek is lehet itt mindenki, aki hallja, ha megtanulja azokat az alapokat, amiket egyébként meg kell tanulni. És na hát ide jutottunk Lacival is, hogy igenis, tehát, hogy kell a kreativitás, és kell az egyediség, de hogy valahol ez is elsajátítható. És egy picit még a grafikusság nem maradni, a tudom Csilla rólad, hogy ugye kint is már grafikusként is dolgozol, és kikerültél úgy, hogy nulla nyelvtudás. Milyen érzés volt, amikor a diplomádat, a nyelvvizsgádat, meg a diplomádat német nyelven átvehetted, hogy mit éreztél akkor magadban, amikor ott volt, és ezt így kézhez kaptad? Hát nyelvvizsgát az többet is letettem egymás után, és egy szakmát szereztem igazából, én egy logisztikus szakmát tanultam itt, tehát ez nem kifejezetten diploma, de nyilván nagyon büszke voltam rá, alig hittem el, hogy ezt megcsináltam, mert mondom így, ez a küzdelmem a német nyelvvel, ez tart. Ez tart, ez egy több évig szóló projekt, és ez olyan, meg amit így állandóan fejleszteni kell. Hát meg, hogyha már mindent úgy érzetek, hogy jól megy, akkor átköltöztök Tirolba, és akkor rögtön kezdhetek egészet erről. És visszatérve a DXR-re, meg ott látva azért egy-két képeken, amiken ti vagytok, hogy mi volt a legemlékezetesebb DXN utazásotok, és milyen élmény volt ott lenni így DXN-es vezetők között, meg jutalom után? Jó volt nagyon, az ugye nekünk egy volt, és hát egy nemzetközi a Dubai. Egy nemzetközi, igen. És az biztos, hogy tényleg úgy van, hogy egy DXN jutalomutat ki kell pihenni utána, mert olyan sok mindent mutatnak meg olyan rövid idő alatt, hogy egyszerűen hetek mennek el rá, mire visszajátszod a fejedbe. És igen, és feldolgozod, de mondjuk én nekem a legnagyobb élményem ez a szeminárium volt a Dubajban, olyan 6 óra hossza szünet nélkül. Ugye mi éjszaka utaztunk, és aludni nem tudtam a repülőn, mert nekem tolta a stewardess örökké ezt a kocsit, mindig felébredtem. Úgyhogy amikor beültünk azokba a kényelmes fotelekbe, halk zsongás hátulról, színpad felől, és én bizony bealudtam. Azt tudom, hogy az első sorokból fényképeztek néhányan, hogy én ott javában alszom. De ez, hogy 6 óra hosszán keresztül, szünet nélkül. Néha bejött 40 ember, néha kiment 40-50 ember a folyosóra, tehát úgy senki nem érdekel. A mentalitás volt teljesen más. Az többelet volt. Ez nagyon érdekes volt. Nekem legjobban a sivatagban tett ilyen, minek hívják azt? Ez a safari. Ilyen autóval őrültkedés, na az nagyon, azt majdnem végig sikoltoztam. Én is, mert engem rohadtul idegesített, hogy nem én vezetek. Most volt az évfordulója, mert ezt feldobta a Facebook most. Igen. Ez nagyon, nagyon különleges élmény volt, de például az is nagyon érdekes és megható pillanat volt, hogy mi ott ünnepeltük az 5 éves házasság évfordulónkat, és hogy a hotelnek a személyzete a tudtunkon kívül meglepetéssel készült, és egy csoki tortát kaptunk ajándékba, teljesen paffok voltunk. A csekkolásnál kiderült ez, és gondolom valaki fülelt, és azt hiszem az első nap végén, amikor visszaértünk, ott volt egy csoki torta benne a szobában. Nem emlékszem, hanyadik nap, de nagyon meglepődtünk. De jó. Hát akkor boldog házasság évfordulót, mert ezek szerint most volt valamikor. Nem. Az március. Az március 15-10. Igen, mert most valamikor feldobott tényleg két vagy három nappal ezelőtt egy ilyen szintén. Ez egy másik volt szerintem. De lehet, hogy akkor igen, ez egy másik volt. És egy picit térjünk rá, mint vezetőként, hogy a gondolkodásotokra, gondolkodásmódokra milyen értékrendet követtek vezetőként? Milyen fő pontjai vannak a vezetéseteknek? Ugye én megmondom őszintén, hogy én a vezetéssel kapcsolatban azt gondolom, hogy a legfontosabb része a felelősség. Hiszen
kétszer vagy százszor meg kell gondolnom, hogy én milyen irányt jelölök ki, mert tudom, hogy jönnek utána. És hogyha rossz az irány, nem csak magamat sodrom bajba esetleg, hanem a többieket is. És én mindig ezt a felelősséget érzem, hogy nem szabad, hogy olyan tanácsot adjak a többieknek, amiben nem vagyok 1000%-ig biztos, hogy jó. Nekem ez a becsillának nyilván más szempontjai vannak. Nincsen? De nem. Én a partnerséget tartom nagyon fontosnak. Ez azt jelenti, hogy nagyon különleges műfaj az MLM. Ugye már önkéntesekkel dolgozunk, ahogy egy barátunk mondta, aki nem civil tréner, hanem vállalatoknál tart tréningeket, hogy de jó nektek, civil trénereknek, mert ti önkéntesekkel dolgoztok. De nem túlszokkal, ezt nem túlszokkal, igen, mert hogy ugye egy vállalati képzésre oda terelik az embert, és kötelező neki részt venni, ha tetszik, hanem. És az MLM az ugyanilyen, tehát ebből a szempontból semmi különbség nincs, hogy mi se túlszokkal dolgozunk, és nem vagyunk senkinek a főnökei. Ha szerencsések vagyunk, akkor sikerül egyfajta, nem is tudom mit kiérdemelni, egy tiszteletet kiérdemelni azoktól az emberektől, akik a szponzoráltjaink, és ha szerencsénk van, akkor hallgatnak ránk, és megpróbálják megtanulni azt, amit mi gondolunk, hogy fontos, hogy megtanuljanak. De ez tényleg csak akkor működik, ha az ember hiteles. Tehát, ha tényleg csinálja is, nem csak magyarázza. Ja. Úgyhogy a legfontosabb dolgunk szerintem vezetőként az, hogy mi tényleg csináljuk is, hogy azt lehessen mondani, hogy nem bort iszunk és vizet prédikálunk, hanem látják rajtunk, hogy mi is mivel küzdünk, mi az, ami segít, mi az, ami hátráltat, hogy nekünk is vannak gondjaink, hogy Mi nektek az igazi siker? Tehát mit tekintetek ti igazi sikernek? Akár amit elértetek, vagy akár amit szeretnétek elérni, mi az, ami siker? Én egészen egyszerűen úgy szoktam fogalmazni, hogy az a siker, hogyha valaki ma többre képes, mint tegnap. És igazat adok Einsteinnek abba, hogyha egy halat az alapján ítélünk meg, hogy tud fára mászni, akkor a hal egész életében komplexusos lesz. Tényleg az a lényeg, hogy jobb legyél, mint tegnap voltál, legyél képes többre, mint tegnap, és akkor sikeresnek mondod magad. Igen, mindig, mikor az ember magát meg tudja haladni, és ez lehet, hogy csak egy napi lustaságnak a leküzdése, vagy egy melyik nap mi. Tehát egyik nap már az is siker, hogyha egészségesen fel tudok ébredni, másnap meg lehet, hogy egész nagy dolgokra vagyok képes. Ez nagyon-nagyon relatív fogalom. De jó, azért ezeket jó volt hallgatni. És végezetül, mert nagyon-nagyon elment az idő, és mindig annyit tudnék még veletek beszélgetni, de így elment az idő, hogy ha csak egyetlen egy mondatot mondhatnátok egy olyan valakinek, aki most gondolkozik, hogy a DXM-be csatlakozzon, vagy ne csatlakozzon, mit mondanátok neki? Én is gondolkoztam ezen, hogy mi lenne ez az egy mondat, hogy annyira jók a termékek, hogy tényleg nem kell félned attól, hogyha ezt valakinek ajánlod, azt fogja rád kiabálni, hogy valami vacakot ajánlott rá. Tehát egy olyan fajta biztosság, biztonság, hogy és olyan sem lesz senki, aki azt mondja, hogy egy jobb minőségű ganadermát találtam ennél, mert nem fog találni jobb minőségűt. És az egy baromi nagy biztonság. Oké, hogy vannak nagyobbat ígérő cégek, meg nagyobb show műsor, meg ilyenek. Engem nem az érdekel soha, hanem engem az érdekel, hogy én nyugodt lehessek a felől, hogy ez jó, ez tényleg jó. És én csak ennyit, hogyha valakinek ez fontos, hogy elég az, hogyha becsületesen rakja az egyik téglát a másikra, és fel fog épülni a katedrális, és nem kell ismerni senkit, bizonyos embereket, nem kell senkit megvesztegetni, vagy megfenyegetni, vagy megzsarolni. Csak becsületes munkával, igazán jó termékekkel lehet dolgozni, akkor ennél jobbat én nem tudok. Én ezt jó hosszú mondat volt, de... Igen. Úgy neveztük el a csapatunkat, hogy My Way Team, és ez nem véletlen, mert azt gondoljuk, hogy mindenki a saját útját járja, és nekem ez nagyon tetszett a DXM-be, hogy úgy csinálhatod, ahogy neked passzol, ahogy neked jól esik. Tehát, hogy
találd meg az örömöd az üzletben, és itt megtalálhatod az utad is, meg az örömödet is. Igen, hát ez a legfontosabb, és zárószóként is, hogy élvezzük azt, amit csinálunk, és ez rátok van írva, süt rólatok, hogy élvezitek is azt, amit csináltok. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ma este vendégeknek, és akik néznek, hallgatnak minket, nekik is nagyon köszönöm, hogy eltöltötték velünk ezt az egy órát, mert tényleg eltölt ez az egy óra. Igen, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon értékes volt, és nagyon-nagyon tanulságos volt a veletek való beszélgetés. Köszönöm szépen, és találkozunk egy hét múlva, ugyanitt, hétfőn 8 órakor. Sziasztok! Köszönjük szépen, és minden jót kívánunk!